A téli időszakban az utak síkosság mentesítését, a hóeltakarítást és a hófúvások okozta akadályok megszüntetését a társaság biztosítja, összesen 144 gépkezelő munkatárssal. Az idei télre 6000 tonna útszóró só áll rendelkezésre, valamint megelőzésként hófúvás elleni hálókat építettek, és hővédő erdő és cserjesávokat ültettek, tájékoztatott a megyei igazgató. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 2138 km úthálózaton végzi egész évben, de különösen most a téli időszakban majd a védekezési tevékenységet. Ehhez 38 olyan kettős rendeltetésű gép áll rendelkezésünkre, amely egyszerre tudja a hóekézést és a síkosságmentesítést végezni. Szükség esetén még 8 homarót be tudunk vetni. Ezekre az eszközökre folyamatosan a nap 24 órájában kezelő személyzet áll rendelkezésünkre. Az elmúlt héten téli gépszemléket tartottunk a mérnökségeken. Mind az 5 mérnökségünkön a gépek felkészítése megfelelően megtörtént, és a személyzet is rendelkezésre áll. Az igazgató kérdésünkre azt is elmondta, a társaság ebben az évben 2800 tonna aszfaltból 14 km út felületét javította Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, összesen közel 100 millió forintból. A nagyobb mértékű útfelújítások 2016-ban kezdődnek a megyében.